vitamin készítmények reklámozására használja a koronavírus járványt az egyik legismertebb rablópárt, a közös nevező 2018 elnöke, Gődény György. Eddig két videót posztolt a témában, mindkettőnek rekordmagas nézettsége lett. Ezek a legnézettebb koronavírus témájú tartalmak jelenleg a magyar YouTube-on. Nem mi a probléma azzal, hogy egy fekete öves választási csaló képes szarrá nézett videókat produkálni a magyar webben? Nos, haladjunk sorjában. A Gődény videókat megosztó csatorna tulajdonosa a Nutriverzum névre hallgató táplálék kiegészítő termékeket forgalmazó vállalat, az ő reklámarcú Gődény, aki rendszeresen szakért a cég csatornáján. A Nutriverzum forgalmazóinak hátterében pedig NER barát, uniós pénz szivattyúba botlottunk. Fő tulajdonosuk 1 milliárd forint értékben nyert uniós forrást, ráadásul a cég Szabolcsi telephelyén Magyar Levente fideszes államtitkár, de a térség fideszes országgyűlési képviselője Tilki Attila is ott parádézott az átadón. Mielőtt azonban belebonyolódnánk a részletekbe, tartsunk rövid kis partizán összefoglalót arról, hogy a Nutriverzumos videókban látottakhoz képest. Ki is valójában az ország patikusa? Gődény György. Gődénnyel a 2018-as kampányban ismerkedtem meg, ekkor forgattam interjút vele a választási esélyeikről és szándékaikról. Nem ígérünk, de azt betartjuk. Tehát ez is egy alapelvünk, hogy ne pofázunk össze-vissza, hanem mondjuk meg a frankót. Srácok, két éve miért nem találtatok ki valamit, miért nem? Azért, mert tavaly jutott eszünkbe végre, és döntöttük el. Rock and roll, húzzunk be a végébe, nem? Engem mindenhol el lehet találni. Tehát én járok a városba, az M1-esek is integetnek, mindenki, aki megtalál, integet, beszélgetünk két szót. Tehát mit kell csinálni? Tehát menjünk ki, srácok, fogjuk meg egymás kezét, körtáncot hív. Csináljunk egy nagy gyűlés, mit csináljunk? A kedvéért csinálunk egy körtáncot valahol. A 2018 utáni nagyjából szűk egy évben feltártuk, hogy Gődényék köréhez egy egész rablópárt hálózat köthető, amelyek a 2014-es és a 2018-as választáson több mint 2 milliárd forintot húzhattak be kampánytámogatásként. Gödény György személyesen 150 millió forinttal károsította meg a közös kasszát, mivel a pártja nem érte el az 1%-ot sem a választáson, így a törvény értelmében a felvett párttámogatást vissza kellett volna fizetniük. Amikor legutóbb erre próbáltunk rákérdezni, Gödénynek ez volt a reakciója. Vissza lesz fizetve, amikor hagyjuk már, jó? Felleteztek, azt mondja? Pontosan. És akkor miért nem mondja el, hogy mi volt a problémájuk? Semmi problémák. Hát és ha felleteztek... Békén vagy nátok, légy szíves. Ha felleteztek, akkor nyilván problémájuk volt. Jó, kérje meg időpontot, leülünk, kértem, beszéljük. Kértem időpontot, tőlem nem kérte. Nyomtatni mentem egy irodába, világos. Tűnben. A szállat be kell fogjuk maromra. Igen? Igen. És akkor várhatjuk, hogy visszafizetik a pénzt? Miért állítjuk, hogy rablópárt volna a közös nevező? Egyrészt azért, mert összerabolta az ajánlásokat, amelynek köszönhetően egyáltalán indulhatott a választásokon, például az átlátszó olvasóinak panasza szerint. Illetve rablópárt azért is, mert nem számoltak el a kampány célokra kapott közpénzzel. Fantomjeleget mutat akkor is, ha a bejelentett székhelyükön próbálunk fölkeresni őket. Ellentétben viszont számos hasonló rablópárttal a közös nevező nagyon is ad életjeleket kampányidőszakon túl is, legalábbis az online világban. Facebook oldaluk, ha nem is óránként, de rendszeresen frissül. Most szombaton is osztottak meg mindenféle válogatott ökörségeket a koronavírust egyszerűen csak kínai náthaként emlegetve. Nehéz persze eldönteni, hogy valamilyen éretlen viccelés, karikaturisztikus túlzás, vagy komoly szándék áll az olyan követelés mögött, miszerint február 1-ével meg kell kezdeni a lakosság nyomkövetővel ellátását, csippelését, billogozását és a házi őrizeti rendszer kiépítését. Egy március 20-ai posztjukban a szélső konzervatív brit bulvárlap a Daily Mail cikkét osztották tovább, miszerint aki fiatal és egészséges, arra alig van hatással a járvány. Amit a műsorunk rendszeres nézői számára nem kell kifejtenünk, hogy mekkora kapitális baromság. Korábbi, február elejé posztjaik pedig nyílt Kreml narratívát toltak. Egy G7 cikk apropóján például azt fejtegetik, hogy a jelenlegi CO2 kibocsátás beszüntetése mögött éppen ezért talán az orosz gázszállítás megállítása és az orosz gazdaság megroppantása áll, és a klímavédelem csak a morális jellegű alapot szolgáltatja ehhez. Pár nappal korábban pedig a diktátorok mi voltára arról értekeztek, eszerint Orbán Viktort és Vlagyimir Putyint azért nevezik így a liberális hálózatok, mert ezek a vezetők úgymond kedveznek a népüknek. Ezeknek a bődöletes szamárságoknak persze nem kellene figyelmet szentelnünk,
Csak hogy mindezt egy Magyarországon hivatalosan bejegyzett párt a hivatalos Facebook oldalán publikálta, amely pártnak az elnöke jelenleg milliós nézettségű videókban delirál a koronavírus járványról. Saját YouTube csatornát üzemeltet, s rá is ült a koronavírus vonatra, március közepén még konditermi edzésekre bíztatva a követőit, március 23-án pedig arról értekezett, hogy akinek feladata van, az nem merezteti otthon a valagát. Gődei ezen kívül rendszeresen szakért a már említett Nutriversum táplálék kiegészítő márka csatornáján. Fő feladata a Nutriversum termékeinek doktorosan tudományos népszerűsítése, amihez úgy szintén kapóra jött a járványhelyzet. A Nutriversum termékek PR-ját ráadásul megtolta a propaganda média is. Gődény a TV2 fitness műsorában is osztotta a tudást. Voltak éppen értető döntés az edzőtermek világában, Kratosz néven is ismert Gődény leigazolása, hiszen a Nutriversum termékek célcsoportjában közkedvelt figuráról van szó. A forgalmazó Nutriversum Kft-t egy hongkongi offshore cég alapította, amely tavaly kiszállt a cégből, helyére magyar magánszemélyek léptek, illetve a többségi tulajdonosként az úgynevezett Zirci Bedeco Kft. Az idősebbeknek ismerős csenket a név. Ma is elborzaszt a bénácska reklámjuk a 80-as évekből. Mi az, amit is szól? Bedeco. Mi? Bedeco. Valódi kakaóból, instant kakaóbor. Csak egy szó, Bedeco. S már is kész a kakaó. Forgalomba hozza a Délker. Bedeco. A retro termékek népszerűségét, esetleg a létező szocializmus iránti nosztalgiát célozhatta meg az eredeti gyártó, amely a honlap elmondása szerint 1984-ben, a cégjegyzék szerint 1989-ben mindesetre jó régen alakult, amikor a 90-es évek végén újra a forgalmazás mellett döntött. A márka név a két valahai alapító elnevezéséből ered, a Bakony MGTS és a Délker vállalat kooperációjának rövidítése, nem vicc, a Népszabadság 88-as termelési riportjában pont úgy írják le a helyzetet. A cég ma már magánszemélyeké, egy részük a Délker felszámolásában mazsolázott a 90-es években, mások később csatlakoztak és a táplálék kiegészítő bizniszhez kötődnek. Direkt felső pártpolitikai kötődésnek nem találtuk nyomát. Sőt, az egyébként jobbos Zirci közéletet ismerő forrásaink szerint nem számítanak beágyazottnak a városka életébe. Ahogy helyi forrásunk fogalmazott, amikor a Bedecoról kérdeztük, mintha inkább valami titokzatosság lengené körül, pedig a helyi méretekhez képest ekkora cégek vezetőit szokás ismerni. Akkor miért is izgalmas kérdés az esetleges politikai kötődés? Már is magyarázom. Ha vásárolni szeretnénk Bedeco terméket, nincsen könnyű dolgunk. Karantén időben legalábbis az online beszerzéseket előnyben részesítve, sajnos nem találtunk forgalmazót. A cég honlapja mindössze 6 terméket, pontosabban ugyanannak a portékának 5-féle ízesítését és light verzióját ajánlja. Az utoljára 2016-ban frissült Facebook oldalon néhány látogató reklamálja is, hogy nem találja a kakaókat sem erre. Lehet, a külpiacokon kellene keresni a portékát. A csinos, 4 milliárd közeli éves forgalom zöme, 2,8 milliárd legalábbis, export értékesítésből jött össze a 2018-as mérlegük szerint. Foglalkoznak más cégek saját márkás termékeinek előállításával is, alig ha nem ebből származhat a milliárd feletti belföldi árbevétel. Fantom kakaóporból legalábbis művészet volna. A cég ugyanakkor 2015 és 2018-ban összesen csaknem 1 milliárd, pontosan 935 millió forint uniós forrás nyert el. Háromszor pályáztak termelési kapacitás bővítésre, majd beruházás támogatásra. Itt támogatást és kedvezményes hitelt is nyertek, illetve munkahelyi képzésekre. A cég Tarpai csomagoló üzemében 2017. februárjában látogatást tett Magyar Levente akkori külgazdasági államtitkár és a térség fideszes országgyűlési képviselője Tilki Attila. Az MT-s tudósításból sokadik olvasása sem derült ki a számunkra az összejövetel konkrét apropója. A tervezett gyümölcsfeldolgozó, amire egyébként a 631 milliós kedvezményes kölcsönnel kombinált további 615 milliós támogatást megítélték a Bedecónak, ekkor csak ígéret volt azzal, hogy a beruházásnak még abban az évben meg kell kezdődnie. Az eseményt egy Kárpátalja fejlesztési kormányprogram népszerűsítésével kötötték össze. A Bedeco ügyvezetője pedig arról beszélt, hogy az Irci szég Szabolcsi üzemében
táplálék és étrend kiegészítők csomagolását állítják elő bérgyártásban. Na visszatérve főhősünkre, a mai napig nem tudjuk, hogy visszafizette Gődény György a kampánytámogatásként felvett több mint 150 millió forintot, de a párt képviselője a bírósági adatbázis szerint továbbra is ő, így ennek a kötelezettsége továbbra is őt sújtja. Ehhez képest nem látszik különösebben megviseltnek a legutóbbi videói alapján. Dr. Gődény elemez. Ez a Nutriverzum YouTube csatornáján elérhető legújabb videójának a címe. Miután alaposan átrágtuk, hogy a csávó nettó gangster és a céges háttere is eléggé viseltes, nézzük meg, milyen információkat traktálja ez a megérdemelten példaképnek beállított jó ember a nagy érdeműt. Ahhoz, hogy ebben orvosilag megalapozott véleményt oszthassunk meg veletek, ezért orvosoknak adtuk oda a videót, hogy véleményezzék. Mondd-e baromságokat, Gödény, és ha igen, miben áll a baromsága? Egészséges, felnőtt, a gyerekekről nem is beszélve, mert ők abszolút védettek, úgy néz ki a koronavírussal szemben, egészséges, felnőtt emberek számára nem jelent veszélyt. Oké, először is mégis mit jelent az, hogy egészséges, felnőtt? Senki nem tudhatja, hogy milyen lappangó, tünetmentes betegségei vannak. Ráadásul, ahogy minden vírusos fertőzés esetében, a tünetek egyik részét maga a vírus, a másikat pedig az immunrendszer ráadott reakciója okozza, ami egy sok tényezős folyamat. Függ az adott ember lelki, fizikai állapotától. Ha azt állítjuk, hogy egészséges emberekre nem veszélyes, azzal hamis biztonsági érzetet közvetítünk. Ahogy a múlt héten is számtalanszor beszámoltunk már erről, ha valaki egyszer elkapja a vírust, és átesik egy kétoldali tüdőgyulladáson, és lélegeztető képre kell kötni az illetőt, az olyan maradandó vitálkapacitás csökkenést okozhat az illetőnél, ami egész életét végigkíséri, és egész életében rontja az életi minőségét. Na, nézzük meg, mit is mond Gödény a tesztekről. Az exponenciális görbék inkább a tesztek növekvő számával függnek össze. Tehát mindig az van, egyre több teszt, egyre több pozitív ember. Miért? Mert szinte mindannyiunkban van valamilyen koronavírus. És mint beszéltük, a teszteknek kb. Ennyi a jelentősége. Oké. Lehetséges, hogy egy ember már találkozott másik koronavírussal, de az nem marad az emberben, mert az immunrendszere már eliminálta a fertőzés során, és nem lakik benne az emberben folyamatosan, és nem is mutatható ki folyamatosan. Aki felgyógyul a betegségből, abból sem mutatható ki, nem véletlen, hogy eleve akkor engednek ki valakit a karanténból, ha 3 egymást követő negatív tesztet produkál. De hallgassuk csak, hogy milyen sületlenséget hord még össze ez a gangster. A Stanford kutatói is vizsgálták, hogy a COVID-19 pozitív betegek, akik már megnézték, tehát mikroszkópikusan analizálták őket, tehát meg tudták állapítani, hogy SARS-2 vírus fertőzte őket. Nem, betegeket nem analizálnak mikroszkóppal a vírusnál, és nem látható fény mikroszkóp alatt, azt csak elektromikroszkóppal lehet vizualizálni, mert annak van elég nagy felbontó képessége. Klinikumban nincs olyan diagnosztikai eljárás, ahol elektromikroszkóppal nézzenek beteg mintákat. De a leginkább súlyos az, hogy az egész videóban a tudományos konszenzus ellenére, szakértőkre hivatkozva, az influenzához hasonlítja a koronavírust, ami féktelen nagy bődöletes hülyeség. A Würzburgi Egyetem virológus professzora, dr. Carsten Schneller is azt nyilatkozta, hogy a COVID-19 igenis hasonlít az influenzához, sőt, eddig kevesebb halálesetet okozott. Tehát ha reálisan nézzük, az előbb említett sor végén, tehát ha úgy számolunk, ahogy kellene, akkor kevesebb halálesetet okozott. Az influenzával való összehasonlítás számos sebből vérzik. Elsősorban azért, mert hasonló tüneteken és a cseppfertőződéssel vagy közvetlen érintkezés útján történő terjedésen kívül kevés közös vonásuk van. Másfelől az influenza nem okoz ilyen súlyos szövődményeket, főleg nem fiataloknál. Ráadásul az influenza egy régóta ismert járvány, ami ellen van vakcina, és az emberek fel tudnak rá készülni. De hallgassuk meg, hogy hogyan csúszott az olasz egészségügyel kapcsolatban? Azt is megnézhetjük, hogy például most Észak-Olaszországban, a téli hónapokban az intenzív osztályok már 85-90%-on működtek. Tehát alig volt hely már az intenzív osztályokon, nem azért, mert koronavírussal voltak ott az emberek, hanem a saját krónikus megbetegedéseinek a következtében kerültek kórházi kezelés alá. Nem! A krónikus betegeket nem a kórházak intenzív osztályán kezelik, az intenzív osztályoknak ugyanis nem ez a szerepük. De talán ennyi példa bőven elég ahhoz, hogy belásd, ha eddig esetleg bíztál volna Gődény Györgybe és az ő videóiban, akkor nem biztos, hogy legjobban jártál el. És érdemes belevésni az eszünkbe, hogyha valaki egyszer már feketeöves választási csalóként leszerepelt a nyilvánosságban, akkor nem biztos, hogy egy vírus járvány helyzetben kell újra bizalmat szavaznunk az illetőnek. Ez az ember ugyanis
hamis tényekre alapozott véleményt közvetít, és az, hogy nem tűri a kritikát, pontosan mutatja az is, hogy a videó alatt letiltottak minden kommentet. Lehet, hogy túl sokan vették észre, hogy az a gődény, aki most 2020-ban hirtelen a semmiből bukkan elő vírus szakértőként, az 2018-ban már épp eléggé megbukott a nyilvánosságban rablópártvezetőként. Azért, hogy akkurátus információkkal szolgáljunk a számotokra arra vonatkozóan, hogy hol tartanak most a legkurrensebb kutatások a koronavírus járvány elleni vakcina fejlesztésével kapcsolatban, ehhez most Koltai Mihályt fogjuk kapcsolni, aki a Párizsi Curie Intézet bioinformatikus kutatója, aki a járványok terjedésének modellezésével foglalkozik. Az előbbiekben bemutatott kétes értékű információforrások után most forduljunk olyan szakértőkhöz, akiknek valódi releváns tudásuk lehet, tudományosan megalapozott tudásuk arról, hogy pontosan hogy is tart most a járvány, illetve hogy mit lehet kiolvasni a különböző matematikai modellek alapján a járvány terjedéséről. Ezért is örülünk, hogy most elfogadta a meghívásunkat Koltai Mihály. Szervusz Misi, itt vagy a vonalban? Igen, itt vagyok. Szia, üdvözlöm a nézőket. Hivatásodat tekintve bioinformatikus vagy, Párizsban dolgozol. Kérlek, hogy magyarázzuk el a nézőknek, hogy ez pontosan mit jelent. Igen, tehát én a Curie Intézetben vagyok posztdoktori kutató, egy alkutatással foglalkozó csoportban, tehát mi matematikai modellezéssel foglalkozunk, és sejten belüli gén, illetve fehérje hálózatokat próbálunk modellezni matematikai eszközökkel. Az utóbbi egy-két hónapban elég közelről követtem a epidemiológiai modellezésben, mi zajlik. És mi zajlik? Kérlek, hogy meséld el a nézőknek, hogy pontosan milyen jelentőség ezeknek a modelleknek, mit lehet ezekből kiolvasni, mi az a praktikus információ, amit ez kínál a felkészülésben, illetve a már kialakult járványok kezelésében? Ezek olyan dinamikus modellek, amivel azt próbáljuk szimulálni, komputer szimulációkkal előrejelezni, hogy a járvány lefutása az feltehetőleg milyen lesz. Például Nagy-Britanniában úgy tűnik, hogy amikor a kormány meggondolta magát, és élesen stratégiát váltott, és jóval szigorúbb korlátozásokat vezetett be március vége felé, ebben elég nagy szerepet játszott az Imperial College modellező csoportjának egy tanulmánya, ami azt mutatta meg, hogy komolyabb korlátozások nélkül, tehát ha a vírus terjedését csak lelassítani próbálják, nem pedig megállítani, illetve nagyon alacsony szintre leszorítani az új esetek számát, akkor ez akár 300-500 ezer halálesettel is járhat. És a tudósítások alapján például ez a tanulmány, ami az Imperial College-tól jött ki, ez elég nagy hatása volt a kormányra, és részben, jelentős részben ennek hatására vezették be a szigorúbb kijárási korlátozásokat. Kérlek, próbálj meg elmagyarázni a laikus nézőknek nekem, hogy egy ilyen modellezés min alapul, tehát milyen adatokat vesz számításba, hogyan néz ki a modellezés folyamata, tehát hogy kell ezt elképzelni annak, aki életében foglalkozott ilyesmivel? Van egy paraméter, amit ezekben a modellekben tipikusan használnak, mint alap szaporodási rátának, vagy reprodukciós rátának hívnak. Tehát ez az a szám, hogy átlagosan egy fertőzött hány új fertőzöttet generál. Ha ez a szám nagyobb, mint 1, akkor exponenciális növekedést kapunk. Olyan 2,4-re becsülik ezt a számot, tehát körülbelül ez az átlagos szám, amit normális körülmények között egy fertőzött, ennyi új fertőzöttet generál. Itt nagyon nagy szerepe van az adatoknak, különösen ennek az előbb említett paraméternek, hogy mennyire gyors a vírus terjedése. Tehát a becslések ezekre a paraméterekre azok egyre javulnak, hogy egyre több adatunk van, ugyanakkor még mindig van egy jelentős bizonytalanság. Tehát a modellek előrejelzései általában intervallumokat adnak meg, tehát azt adják meg, hogy körülbelül mennyi új esetre, vagy mennyi új halálesetre lehet számítani, de ezek valószínűségi jellegű becslések, tehát egész pontosan nem tudjuk előrejelezni a járványnak a lefolyását. Van-e neked tudomásod arról, hogy hasonló fajta modellezéssel élne a magyar kormány vagy az operatív törzs? Tehát tud-e bármilyen módon, van-e tudomásod arról, hogy ilyesfajta modellezést használnának, alkalmaznának a járvánnyal szembeni védekezés során? Én erről nem tudok. Az átlátszón azt hiszem van egy oldal, ahol egyrészt interaktív adatok vannak, és ott
egy magyar fizikus, aki azt hiszem jelenleg Norvégiában van, mutat ilyen szimulációkat a magyar adatokkal és a magyar adatokról. Mit lehet elmondani az adatszolgáltatások a minőségéről a magyar kormányt illetően? Ugye itt arról van szó, hogy míg Magyarországon, most nézem a legfrissebb adatokat, 1458 regisztrált fertőzésről tudunk, ehhez képest van 109 halottunk, és ugye ha megnézzük mondjuk Romániában, ott már 6633 regisztrált fertőződés van 318 halottal, Ausztriában 13984 fertőződés és 368 halott, és ugye nyilvánvalóan magas a látencia ezekben az államokban is, de a magyarországi látencia az valamiért kiugróan magasnak tekinthető. Mit lehetne tenni annak érdekében, hogy sokkal akkurátusabb adatokkal rendelkezzünk a vírus elterjedtségét illetően? Hát nyilván egy általános ajánlás, amit a Nemzetközi Egészségügyi Szervezet is tett, az a tesztelési kapacitásoknak a növelése, tehát nyilván az intézkedés, amivel legtöbb információt lehet szerezni, hogy mennyire terjedt szét valójában a lakosság körében a vírus. Úgyhogy Magyarországon hát nem tudom, hogy mennyire a kapacitás korlát az, ami ezt limitálja, illetve mennyire egy politikai döntésről van szó, de nyilván tehát a tesztelés az, amivel leginkább lehetne pontosítani az információkat, hogy valójában mi a helyzet az országban. Térjünk át kérlek egy írásodra, ami a Mércén jelent meg. Ennek a címe az volt, hogy koronavírus a globalizációs álomvilág vége, aminek az egyik következtetése, ha jól foglalom össze, akkor nagyjából úgy szól, hogy azok a globalizációs tendenciák, amik főként az elmúlt 30 évben erősödtek föl, eleve egy rettenetes krízis elé állították a fejletnek mondott, gondolt, vélt társadalmainkat, és hogy ez a válság, amit a globalizáció termelt ki a klímaválság összefüggésben, már önmagában is épp elég szörnyű szenvedéseket prognosztizált az emberiség számára, és az, amit most a koronavírus járvánnyal meg kell tapasztalnunk, az igazából egy esély arra, hogy valamilyen módon észbe kaphasson az emberiség, és képes legyen a gazdasági rendszereit újra kalibrálni annak a kihívásoknak megfelelően, amit részben ez a globalizációs krízis, részben pedig a klímaválság eredményez. Milyen esélyt látsz arra, hogy legyen olyan európai szintű válasz, ami ténylegesen olyan fordulatot eredményez a gazdaságpolitikánkban, az összeurópai gazdaságpolitikában, ami mondjuk alkalmasát tehet bennünket arra, hogy ha a klímaválságot legyőzni nem is, de a hatásait enyhíteni, az esetlegesen jelentkező rendkívül éles következményeit tompítani tudjuk, elhúzni egy picit ezt a küzdelmet ideig, óráig? Eddig amit láttunk az, hogy az északi exportőrállamok, Németország, Hollandia egyelőre továbbra is ellenállnak valamiféle fiskális unió felé történő elmozdulásnak. Az utóbbi napokban talán voltak annak jelei, hogy mégis valamiféle engedékenység megjelenik. Azt hiszem, hogy egy kifejezetten a járvánnyal kapcsolatos pénzügyi alapnak a létrehozása az már formálódik, ami nagyobb lenne azért, mint a korábbi intézkedések, tehát én 100 milliárd eurós összeget láttam. De nyilván, ha belegondolunk abba, hogy az amerikai mentőcsomag az az amerikai GDP-nek ilyen 10%-a, míg ez a 100 milliárd euró, hát ez az európai GDP-nek azt hiszem, hogy 0,3%-a, tehát hogy azért nyilván még mindig egy nagyságrendi különbség van mondjuk az Egyesült Államok és az Európai Unió válaszok között. Most nyilván a nemzetállamoknak is Európában vannak különböző mentőcsomagjai, de hát az európai válasz egyenlőre én úgy látom, hogy nem azon a nagyságrendi szinten van, mint amire itt szükség lenne, hogy lesz-e áttörés, ezt nem tudnám megmondani. Nyilván a déli államok is úgy tűnik, hogy Franciaország is szeretne közös kötvénykibocsátást és elmozdulást valamiféle hát komolyabb fiskális válasz felé. Záró kérdéskör. Hogy látod, hogy a vakcinafejlesztés tekintetében mennyiben fognak érvényesülni a szolidaritási elvek? Tehát mennyiben lehet azt látni, hogy a tudományos életben, a tudományos világban zajlik egy olyasfajta nemzetállami logikát meghaladó együttműködés,
ami azt eredményezni, hogy egyrészt minél hamarabb meglegyen majd a vakcina, ne egymással versenyző kutatócsoportok próbálnak minél hamarabb elsőséget szerezni, és hogy ez a vakcina, ami végül majd kifejlesztésre kerül, ez nem valami fajta magánvállalatnak az érdekkörébe tartozva termeljen profitot ezeknek a vállalat tulajdonosoknak, hanem ténylegesen minél szélesebb körben hozzáférhetővé váljon, lehetőség szerint ingyen, hiszen nyilvánvaló, hogy ennek a vírusnak attól függetlenül megfertőződünk-e vagy sem, mindig olyan ki vagyunk téve akkor is, hogyha a föloldásra kerülnek majd ezek a korlátozások. Tehát hogyan látod a kapitalista termelési rendszer és a vakcina fejlesztés viszonyát a járvány gyakorlatilag legközepén most? A tudományos kutatásban én elég sok jelét látom a nemzetközi együttműködésnek. Itt is főleg a saját szakterületemet tudom mondani, tehát mindenképpen a modellezési területen sok ilyen együttműködés van, az adatokat, modelleket gyakran megosztják. Tehát én viszonylag optimista lennék a kutatási részre kapcsolatban, a vakcina fejlesztést illetően is. A nagy kérdés az nyilván, igen, azt hiszem, hogy az, hogy ha sikerül egy ilyen vakcinát kifejleszteni, és remélhetőleg minél hamarabb, akkor ez hogyan lesz, hogyan válik majd elérhetővé a lakosság számára. Egyrészt a fejlett államokon belül, mivel a fejlesztések nagy része az Kínában, az Egyesült Államokban, illetve Nyugat-Európában folyik, de ami talán ennél még nagyobb kérdés, és amiről elég keveset beszélünk, az az, hogy mi fog történni a szegényebb országokban. Tehát erre Mike Davis hívta föl például figyelmet, hogy a 100 évvel ezelőtti nagy világjárvány áldozatainak is a nagy része nem Európában, illetve az Egyesült Államokban volt, hanem például Indiában, és a világnak abban részében, ahol hát az egészségügyi rendszer elég minimális, az intenzív osztályok befogadó kapacitása az a lakossághoz viszonyítva szinte nulla. Ott egyrészt mi fog történni, ha ez a járvány szétterjed, másrészt, hogy hozzá fognak-e jutni a vakcinához. Tehát ez nyilván, ez mindenképpen egy kérdés, amire oda kell figyelnünk. És hát remélhetőleg a nyugati államok, ha másért nem, akkor önérdekből majd elérhetővé teszik a vakcinát a szegényebb államok felé is, de mindenképpen ez egy kritikus kérdés lesz a következő években szerintem. Misi, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk, és köszönöm szépen, hogy mindezt megosztottad a nézőinkkel. A munkádhoz sok sikert és jó egészséget kívánok, vigyázz magadra! Én is köszönöm szépen, minden jót! Ez volt a Kolta Mihállyal készített beszélgetésünk, ezzel véget is ért a Napi Partizán. Napi Partizán a legközelebb holnap este 6-kor jelentkezünk itt a YouTube-on. Ha van bármilyen kérdésed, észrevételed az elhangzottakkal kapcsolatban, akkor továbbra is várjuk a kommentedet itt a videó alatt. A like-dislike gombok használtával szintén kifejezheted a véleményedet. Kövess be a csatornát, ha eddig még nem tetted volna meg, illetve iratkozz fel a Facebook oldalunkra, vagy csatlakozz a Facebook csoportunkhoz, a Partizán társalgóhoz. Ha van lehetőséged, kérlek, hogy szállj be a finanszírozásunkba a Patreon oldalunkon keresztül. Ennek a linkjét szintén megtalálod itt a videó alatti leírásban. Én Gulyás Márton voltam, munkatársai néven köszönöm szépen a figyelmedet, ahogy mondtam, holnap találkozunk, ciao.